Mikor értek meg a feltételek? Hogy emlékszel vissza, hogy ezt a filmet elkezdhettétek? Hát magát a filmet, az első forgatást, két ávossal való riportot, az 1986-ban készítettem, nem kis izgalommal. Ma a faluba feltűnt, hogy mi ott járkálunk és megyünk, és nem tudták, hogy kik vagyunk, és mi nem is igazán mutatkoztunk be, senki meg sem. De ennek a filmnek tulajdonképpen a gondolata az, hát ez egy régi gondolat, mert a Géza mindig azt mondta, hogy kell, hogy Recsknek legyen egy tisztes emléke, és azt tulajdonképpen, hát olyanoknak kellene megcsinálni, vagy olyannak kellene megcsinálni, aki nem a irodalomból, vagy nem tudom, nem a képeslapokból építi fel a filmet, hanem mindent átélt, amit ott át lehetett élni. Szörnyű dolgok voltak. És akkor 86-ot mondtam, ugye? 86-ban akkor készült egy filmre, a Laura című filmre, ami helyszínileg ugyanott játszódott, és akkor én pedig megragadtam ezt az alkalmat, és hogy mondjam, hamarosan meg lehetett tudni, hogy kivel érdemes beszélgetni, és akkor leültem, és csak magnum volt, tehát akkor még, hogy mondjam, sokkal szegényebbek voltunk, egy ilyen kamera, ami most már szinte nagyon sok embernek van, nem volt, és úgy elbeszélgettem, és az volt az érdekes, hogy tulajdonképpen olyan volt, hogy az egyik szál adta a másikat. Ő mondott valamit, ami tulajdonképpen nem tudott teljesen kifejteni, mert vagy nem akart, vagy egyáltalán nem tudta. És akkor nekem már volt egy okom ahhoz, hogy megkeressem azt a bizonyos illetőt, és ott folytassam, vagy ott kérjem, hogy folytassuk. Úgyhogy ezt a filmet, ha jól számítom, de önök jobban számolnak, mint én, azt hiszem, hogy 23 éve készítettem. Nagyon rég. Hát azóta, hogy mondjam, már egyetemet végzett, vagy egyetemre járó fiatalok is annak, amikor mi ezt a filmet csináltuk. És még annyit akarok elmondani, hogy mindig meg szokták kérdezni tőlem, hogy voltak-e kellemetlenségeink. Azt kell tudni, hogy már 1986-ban már nem volt az a kemény diktatúra. Azt mi pontosan tudtuk, ezt a filmet soha nem lehetett volna 1950-ben megcsinálni, mert olyan sortüzet kaptunk volna, hogy kész. Ez már egy ilyen labilis helyzet volt, nem örültek nekünk, nem akartak a rendőrök, figyeltek, hogy mondjam, éjszaka az autómban leállítottak és megmotoztak. Szóval nagyon sok ilyen apró történet volt, ami önmaga szinte érdekesebb, mint a film, ami velem történt. És lényegében ezzel indult el a film, és akkor ugye a Gézának a barátaival is nagyon jó viszonyban voltam, mert sűrűn összejártak, meg hát ott is kialakult, ugye 1700-2000 ember között is kialakultak mindig ilyen csoportok, és ezek a csoportok tulajdonképpen olyan csoportok voltak, akik valamilyen miatt jobban megértették egymást, jobban el tudtak beszélgetni, bár ott azért beszélgetésen nem nagyon volt idő. Majd, hogy milyen volt a tábor, az majd önök látni fogják. A Géza a táboron belül is a büntető táborban volt. Ugyanis, hogyha az ember úgy elgondolja, hogy Magyarország az 1950 és 53 között tulajdonképpen
Hát egy büntetőtábor volt az egész ország. Hát nem lehetett elmenni az országból. Ha valaki véletlenül villamoson elszólta magát, annak következményei voltak. Ennek én tanulja is voltam. Hogy mondjam, én egyetemre jártam, akkor ott megpróbáltak engem rászedni bizonyos dolgokra. Szóval nagyon izgalmas volt, érdekes volt. Komolyan mondom, hogy szívesebben éltem akkor itt, mint Svájcban, mert Svájcban mindig az az érzésem, hogy Svájcban még a fűszál is egyenesen állott, minden tökéletes. Itt pedig semmi nem volt tökéletes, és ez nagyon érdekes volt. Úgyhogy akkor Pesten elindultam egy másik nyomvonalon, elindultam egy harmadik nyomvonalon, aztán egy negyedik nyomvonalon, aztán később csatlakozott hozzám az M. Kis Sándor történész, aki a Katolikus Egyetemen, tehát a Katolikus Egyetemen azt hiszem a történelem tanszéknek a vezetője volt. Nem tudom, van történész önök között? Nincs, annál jobb. Csatlakozott a Sanyi is hozzánk, amikor ideje volt, vagy kedve volt, akkor lejött, aztán beszélgettünk, és hát ő olyan dolgokat tudott, amiket viszont én nem tudtam, és én meg olyan dolgokat tudtam, mint amit ő nagyon, nagyon is jól tudott, és annyit még el kell mondanom, mert ez is a dolgok igazságához hozzá tartozik, hogy én a havi fizetésemből ezt a filmet nem tudtam volna megcsinálni. Ez egy olyan film volt, ez a Recsk, mert köztudott volt, amikor már úgy kiszivárgott, hogy a Recsket csinálunk. Ez egy olyan film volt, hogy itt szembe két baltával, azokkal, akik ezt a Recsket csináltak, ott ávosok voltak, és jöttek ilyen rosszul öltözött, és hogy mondjam, állandóan éhes táb, mert hát nem volt pénzünk, és hogy tudjuk ezt a filmet megcsinálni. Meg kell önöknek mondani, hogy a pénzt nem mi adtuk ebbe a filmbe, hanem azóta rendkívül, sok esetben rendkívül hát negatív véleményt is hallottam. Milyen Feri volt a Feri, akkor a Kőhalmi Ferencről. Nem tudom, hogy miért, de ő valószínűleg felismerte már akkor, hogy ennek érdemes egy filmet megcsinálni. És egy filmet 23 év után ennyi embert ide lehet hozni, akkor az ember tulajdonképpen meghatja, hogy 23 év után is tulajdonképpen lehet, hogy van benne valami olyasmi, amit érdemes megnézni. Úgyhogy aztán úgy csináltuk ezt az egész dolgot, hogy mit tudom, én ma azt mondta, hogy na Lívia, akkor szóval jöjjenek be 4-6-ra reggel a minisztériumba, és akkor odaadott nekünk, mit tudom én már, 100 000 forintot. És azt mondja, ebből forgassanak. Amikor már elfogyott a film, hát akkor ugye olcsóbbak voltak az árak, azt nem is kell mondanom. Amikor ez a pénz elfogyott, akkor már jeleztem, hogy nincsen egy rohadt fillérünk se, na akkor 3/4-6-ra jöjjenek be. És akkor megint adott valami pénzt, és tulajdonképpen én ezt senkinek nem mondtam, mert, hogy mondjam, hát ő, aki egyébként ő tulajdonképpen egy komista meggyőződésű ember volt, de egy tisztességes ember volt, és amit tudott ő ezekről a dolgokról, amik ott, hogy mondjam, nem csak Recsken, hanem mást is történtek, vállalta, hogy ő ezt támogatja. Úgyhogy az ő segítségével tudtuk ezt a filmet megcsinálni. 3 évig folyt a munka. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap lementünk, hanem volt, amikor egy-két hónapig nem is mentünk le, aztán lementünk, aztán, hogy mondjam, tél volt, vagy nagy esők voltak, akkor nem mentünk le. Tehát mindig vagy dolgozni kellett a kollégáimnak, vagy akár nekem. Úgyhogy 3 évig folyt ez a munka. A filmnek az összeállítása az nagyon nehéz volt, mert rengeteg anyagunk volt, mert már akkor videóra készítettük ezt a filmet, és tulajdonképpen abból a hihetetlen mennyiségű anyagból összeállítani egy filmet, ez nem egy egyszerű dolog.
mert ha az embernek van mondjuk nem tudom én már hány tulajdonképpen tudunk hány száz vagy talán 1000 méterre is, az 15 úton el tud indulni. Ha ezen az úton indulok el, akkor abból egy másik film lesz. Ha ezen az úton indulok el, ezzel indulok, hogy mondjam, egyfajta problémát fölvettek, akkor egyszerűen kötelezve érzem magam, meg nem is lehet más is csinálni egy filmesnek, mint hogy akkor megpróbál azon az úton menni. Szóval a vágás az nagyon, az rettenetes nagy munkát jelentett. Akit önök között van valaki, aki vágott, az tudja, hogy egy ilyen, hogy mondjam, és egy olyan film, ami nem olyan, mint a magyar játékfilmeknek a többsége, hogy van egy főszereplő, akár egy szép férfi, és akkor pontosan lehet tudni már, hogy mi lesz a filmnek a vége. Ennél rengeteg ember fordul elő, és pontosan lehet látni, hogy kik hazudnak, kik nem hazudnak, és hogy mondjam, és még azok a dolgok, egy csomó olyan dolog nem is volt ebbe a filmbe benne, ami megtörtént. Nevezetesen 3 szökési kísérlet volt a Ercskről, ami hát egy életveszélyes dolog volt, mert tele volt ávossal, kutyákkal, gépfegyverekkel, meg ilyen megfigyelő tornyokkal. Ezek közül elsőnek Dobó József szökött meg. Ő saját magától visszajött azért, mert az egész családját letartóztatták, és hogy mondjam, és megfenyegették, hogy kinyírják őket, hogyha nem kerül elő a Dobó Jóska, úgyhogy a Dobó József előkerült, és akkor őt is a családjából még azt hiszem talán az apósát vagy az édesapját is bevágták Recskre. Tehát ilyen konszekvenciája volt. A másik szökés volt, az játékfilmben mi megcsináltuk a Szökés című filmet, amiben a Misnai szökött, 7 indultak el, és ezek közül egyedül Misnainak sikerült kijutni Németországba, és a Müncheni televízióban ő elmondta azokat a neveket, mert leírni nem lehetett, hanem memorizálta ezeket a neveket, és 600 nevet elmondott, hogy azok ott vannak, Recskben vannak. Úgy tudta meg az én férjemnek az édesapja, hogy a fia hol van, mert tulajdonképpen évek óta nem látta. A férjem 5 és 3 évet volt a Rákosi rendszerbe rab, ezeknek a következő léptei voltak, mert ez nincs benne a filmben, de ezt akkor elmondom már. Az első volt ugye András út 60, aztán Buda dél, ahogy megyünk le a Balatonról jobb oldalt, ott most 2 ilyen kemény, feszes katona szokott állni, jobb oldalt, amikor megyünk le a Balatonra, és az én férjemnek, aki egy ilyen, én nem is tudom, szóval, hogy jutott erre, hogy merte megtenni, ő elhatározta, hogy ő megszökik. De ő mindig egy olyan nagyon magányos ember volt, és úgy döntötte, hogy ő egyedül szökik meg. És este, minden reggel és minden este volt a táborban névsorolvasás, hogy mindenki ott van-e. És akkor este hát névsorolvasás volt, és pillanatokat kiderült, hogy a Böszörményi Géza hiányzik. És hát egy teljes hisztéria alakult ki, meg mit tudom, micsoda, és de hogy mondjam, nem volt még a Géza messze, mert ugye először meg kellett ott jelenni, hogy lássák őt, és akkor valahogy, nem tudom én már, hogy elsündörögni onnan. És hogy mondjam, már akkor menekült, és ilyen mély helyen volt, és ilyen, ilyen andezit köveken kellett volna fölmásznia, hogy elérje, és akkor az ávosok elindultak utána, rá uszították a kutyákat, meg minden,
Reuszították a kutyákat, és amikor a Géza belátta azt, hogy nincs menekvés, hogy őt el fogják kapni, ez egy katasztrofális dolog, szóval elképesztő dolog, akkor fogta, mert üveg volt nála, és üveggel mind a két kezének az erejét fölvágta, hogy ne kapják el, de valami miatt lehet, hogy a feszültség miatt, vagy az Isten tudja mi miatt, vagy a kevés kosztolás miatt egyszerűen hát nem tudott elvérezni, vagy nem jött a vér olyan nagyon, és akkor egy ilyen drótra felakasztotta magát, és úgy szedték le az ávosok a drótról, és másnap reggel, hajnalba, mert ugye ő a táboron belül is egy büntető barakba volt, kellett neki, ki kellett mennie dolgoznia, tehát köveket emelgetni, meg köveket, hogy mondjam, kalapáccsal szétverni. Hát este bekötötték az orvosok, meg minden, és ott volt egy ávos, az egyetlen egy ember, akinek soha nem tudott megbocsátani, és az azzal szórakozott, hogy ilyen óriási tömbköveket, ilyen andezit köveket kellett a Gézának ilyen agyonvágott izékkel, erekkel, meg egyebekkel felemelni, és elvinni innen oda. Ez nem mese, és ez nem egy ijesztő amerikai film. Ez itt történt Magyarországon 1950 és 53 között. Köszönöm szépen. Ennyit a bevezetésre. Mi köszönjük, és külön hálás vagyok, hogy a Gézáról egy ilyen megrendítő emlékét. Na, még annyit akarok mondani, hogy tulajdonképpen én ebbe a filmbe soha nem vettem volna részt, ha a Géza engem meg nem kért volna, hogy vegyek részt ebben, soha nem vettem, mert az én karakteremtől teljesen távol álltak ezek a dolgok, de ő nagyon sokszor megkért, hogy vegyek ebben részt, és akkor eldöntöttem, hogy ha leszakad az égbolt, akkor is részt vegyek, és részt is vettem az utolsó pillanatig. És hogy mondjam, hát nagyon boldog volt, amikor a film elkészült. Köszönjük szépen!